az új magyar sportirányítás első időszakának kihívásairól, terveiről, valamint az új sporttámogatási rendszerről számolt be Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára, illetve Schmidt Gábor, a Tárca sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkára Budapesten, a Magyar Sportházában. Június 28-án azt vállaltuk a sportirányítás részéről, hogy csökkenteni fogjuk a bürokráciát és növelni fogjuk a sportirányítás munkájában a hatékonyságot. Ennek érdekében azt gondolom, hogy nagyot mertünk álmodni, és egy teljesen új alapokra helyezett sportirányítási rendszert hoztunk létre. A sportért felelős államtitkár kiemelte, hogy a hazai rendezésű nemzetközi sporteseményeket, így a 2023-as atlétikai világbajnokságot is közelebb akarják hozni a társadalomhoz. A cél az, hogy ezek a rendezvények kézzelfoghatóbbak, elérhetőbbek és szerethetőek legyenek, amiket mindenki magáénak tart. Schmidt Ádám szót ejtett a Sportoló Nemzetalapítványról is, amely kapcsán felhívta rá a figyelmet. Prioritásként kezelik, hogy a sportnemzetből egy sportoló nemzet alakuljon ki. Hozzátette, vállalásaik egyike volt az is, hogy az új programokkal és támogatási rendszerekkel foglalkozó döntéshozatali folyamatokba bevonják a releváns köztestületek vezetőit is, ahogy az történt a 2013-ban indult kiemelt sportágfejlesztési program újra tervezésénél is. Ezzel teljesítmény alapú lesz minden támogatás, illetve a rendszer az olimpiai eredményességet hivatott támogatni. Mindemellett 5 kategóriába sorolták az országos sportági szakszövetségeket. Schmidt Gábor, a Honvédelmi Minisztérium sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta, a magyar sport továbbra is kiemelt stratégiai ágazat. Az új sporttámogatási rendszer kapcsán felhívta a figyelmet az alapelvek fontosságára. A magyar sportnak, jól szervezetnek, egyénre fókuszálónak, tudás alapon folyamatosan megújulónak és fenntarthatónak kell lennie. Schmidt Gábor az új program teljesítmény alapú támogatása kapcsán hangsúlyozta, minden sportágat saját magához fognak mérni, amelyeknek keretét az 5 részre osztott kategória rendszer fogja adni. De fontos az is, hogy egy sportágat úgy vizsgáljunk, hogy milyen képessége van a következő időszakra, milyen lehetőséget látunk benne, hogy az olimpiai mozgalom magyarországi eredményeihez hozzájárulja, milyen potenciál van benne. Ez alapján az első kategóriába sorolták azon sportágakat, amelyekben van esély éremszerzésre a következő olimpián. A másodikba a stabilan pontszerző sportágak kerültek, míg a harmadik kategória a feltehetően kvótaszerző sportágakat tartalmazza. A negyedik azon sportágakat öleli fel, amelyek tudatos programmal a közeljövőben részt vehetnek olimpián. Az utolsóban pedig azok szerepelnek, amelyektől szakmailag jelenleg nem várható el a részvétel.